Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió vasárnapi híradója, már is jönnek a legfontosabbak röviden. Mária Terézia pénzei évszázados mementókból nyílt kiállítás. Fedák Sári emlékezete kincseket rejt a primadonna egykori kúriája. Borban az igazság, borban a vigasz, kiemelkedő a 2017-es évjárat. Életünket és vérünket Mária Terézia pénzeiből nyílt kiállítás a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete nagykanizsai csoportjának hagyományos őszi bőrzéjén. Az ország számos pontjáról érkeztek a gyűjtők, mintegy 250-en vettek részt a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartott programon. Érmék, bélyegek, képeslapok és relikviák kerültek a vitrinekbe. A tárlatot Mária Terézia születésének 300. évfordulója ihlette. Két kurens dolog is ki lett állítva, a nevezetes Asafjálű tallér, ami a mai napig forgalomban van a levantei államokban és Észak-Afrikában. Azon kívül egy olyan áldozati pátens, ami az észak-itáliai pénz megjelenésének az előhírnöke, amiben a kancellária jelezte, hogy érmecsere lesz. Kiállítás nyílt Fedák Sári relikviáiból Tóth Szerdahelyen. Az ünnepelt primadonna a múlt század elején másfél évtizedig birtokolta az azóta róla elnevezett kúriát, amelyben gyakran megfordult, sőt gazdálkodott is a birtokon. A színháztörténeti emlékhely tárlatának anyagát a művész emlékének ápolását felvállaló helytörténész Kolman Árpád gyűjtötte össze. Amilyen kalandos volt az élete, olyan színes, olyan kalandos úton kerülhetett ide Tóth Szerdahelyre is. Talán a leghitelesebb forrás, hogy volt egy szolgabír, ugye a monarchia idejében könnyen lehetett távolabbra elmenni, ő szintén egy beregszászi születési szolgabíró szolgált itt, tehetős ember volt. Az ő tulajdona volt ez a épület együttes hozzátartozó elég nagy területtel, és ő ajánlotta a szülő, valójában ugye ugyanabban a városból érkező primadonnának, hogy vásárolja meg ezt a szép épületet a hozzátartozó 350 holdas területtel. Így került Fedák Sári 1904 tavaszától 1916-ig, az első világháború közepéig volt az ő tulajdona. Kovács Kolos operaénekes és Teleki Miklós orgonaművész közös koncertjével folytatódott a nagykanizsai evangélikus gyülekezet programsorozata. A szombat délutáni előadás már az 5. zenés fellépés volt, amelyet a reformáció 500 éves jubileumának tiszteletére szerveztek. Ennek a gondolatnak a jegyében alakította ki a két művész a koncert repertoáriát. Azt hiszem, hogy Kovács Kolos neve mindannyiunk számára ismert, ha máshonnan nem, akkor például a Bánkbán című filmből. Az ő ismertsége révén én arra számítok, hogy sokan lesznek ezen a koncerten. Ilyen formáció operaének és orgona még nem volt. A koncert a lelki elmélyedést is segítette. A darabok tekintetében ad egy kis konkrét kapcsolódást is a reformációnak ez a jeles évfordulójához. Másrészt azt gondolom, hogy a hangulatában ad egy lehetőséget, egy elmélyedésre, megtisztulásra, adott esetben egy remélhetőleg egy kis katarzisra is. A jubileumi programsorozat következő rendezvénye november 18-án lesz. Meditatív koncertet tartottak a Kodály Zoltán Művelődési Házban. Kövi Szabolcs előadó művész produkciójában különleges és egyedi fúvós hangszerek, valamint más relaxációt elősegítő kiegészítők is szerepet kaptak. A hagyományos zenék között mondjuk mind az Enya, vagy a Vangelis, tehát ebbe a kategóriába lehet besorolni ezt a fajta muzsikát, amit én csinálok. És hát próbáltam neki egy sajátságos koncerthallgatási légkört létrehozni, ami mondjuk a közönségnek nagyon pihentető, nekem azért sokkal fárasztóbb, mert gyakorlatilag pihenőszékeket cipelek magammal, és ilyen kis létszámú, tehát maximum 30 fős koncerteket tartok egyszerre.
Új bormustrát tartottak Cserfőn a mártonnapi pincejárást megelőzően. A cserfői és a bagóhegyi gazdák összesen 21 mintát tettek az asztalra, a Dá Bíbere borlovagrend tagjai pedig elmondták véleményüket a friss borokról. Akkori Zala gyöngyéhöz viszonyítva egy egészen tűrhető. Jó, kicsit vékonyka. A zsűri tagjai elégedettek voltak a minőséggel. Úgy fogalmaztak, már látszik, hogy a 2017-es kiemelkedő évjárat lesz. Az idei évben nagyon-nagyon oda kellett figyelni a savakra, nagyon sok volt a meleg napok száma, ami égeti a savat a szőlőbe. Na most, akinek sikerült jó időben leszedni, nem későn, nem korán, továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, mert idén a borok nagyon a szokásos éveknél sokkal jobban eszik a ként. A cserfői borosgazdák már több éve megrendezik a pincajárással egybekötött mártonnapi mustrát. Mozdulnak az emberek, és egyre többen mozdulnak rá, úgyhogy kezd összefogni a hegy. Hát egymásnak adják a tapasztalatot, hogy mikor, hogy mi erjedt, hogy erjedt, mikor születeljen, hogy születeljen, milyen mustfokkal, és a többi, és a többi. Úgyhogy ragad az emberekre, és hál' Istennek mindenki egyre jobb bort készít. Hogy melyik lett a mustra legkiválóbb bora, az egyelőre titok. Az eredményt a pincajáráson hirdetik ki jövő szombaton. Bursa Hungarica már csak néhány napig, egészen pontosan november 7-ig lehet pályázni a felsőoktatási ösztöndíjra, amelyet a következő évre is meghirdetett az önkormányzat. A program olyan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalokat támogat, akik egyetemi tanulmányaikhoz anyagi segítséget igényelnek. További információk Nagykanizsa is a honlapján találhatók. Magabiztos győzelmet aratott az Izzó Ese. Az MB2-es férfi kézilabda bajnokság 6. fordulójában a kanizsaiak a Georgikon csapatát látták vendégül. Madarász Péter tanítványai a mérkőzésen támadásban és védekezésben is felülmúlták ellenfelüket, és 40-21-re megnyerték a találkozót. Győzelmével az Izzó továbbra is a második a tabellán, 2 ponttal lemaradva a Nemzeti Kézilabda Akadémia U22-es csapatától. Híradónk végén nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Mária Terézia pénzei, évszázados mementókból nyílt kiállítás. Fedák Sári emlékezete, kincseket rejt a primadonna egykori kúriája. Borban az igazság, borban a vigasz, kiemelkedő a 2017-es évjárat. Ez volt a Kanizsa Televízió vasárnapi híradója, várjuk Önöket jövő héten is a képernyő elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!